Egyre több az egyszerű szúnyog és daráscsípésre fellépő szokatlanul erős bőrreakció. Az általános tünetek bőrgyulladások miatt a tavalyi évhez képest többen fordulnak orvoshoz. Dr. Borbé Katalin homeopata szakorvos szerint évről évre változnak a rovarok és az immunválaszok is. A természet adta lehetőségeket azonban kihasználhatjuk, legyen szó megelőzésről vagy tüneti kezelésről. A szúnyogok ellen például a patikában kapható homeopátiás gélekkel is védekezhetünk. Megelőzésnek az égetett kávézás. Ezeket a görögök, krétaiak nagyon szeretik, és egyébként valóban beválik. Amikor pedig ott a csípés, lehet rá használni egy pici mézet, lehet használni, ha van éppen otthon, vagy el tudjuk készíteni, és nagyon viszket még másnap is, kis zabtejhet össze tud még szólni, vagy ilyen smoothie-ba elkészíteni zabtejjel, az is egy nagyon jó hűsítő. Egyébként pedig a nagymamák régi praktikája az ecetes ruha. A kullancsoknál viszont már más a helyzet. Mivel nehezen észrevehető, különösen is oda kell figyelnünk, hiszen úgy, mint a szúnyog, ezek a vérszívók is terjeszthetnek betegségeket. Ha már megcsípett, akkor a mielőbbi eltávolítás után szemmel kell tartani a csípés helyét. A méhek és a darazsak, bár nem vérszívók, megcsíphetik az embereket. Ha a heves bőrtüneteket, fejfájást, hányingert észlelünk, azonnal forduljunk orvoshoz, tanácsolja a szakember. Ugyanakkor egy egészséges, jó immunrendszerrel rendelkező embernél nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni egy csípés helyén megjelenő piros folt miatt. Ilyen esetekben is segít minket a természet. Ha azonnal teszünk méh darázscsípés után félbevágott hagymát például, vagy ecetes ruhát ugyanúgy, ez jelentősen enyhíti a további viszketés és fájdalom tüneteit, illetve akár a félbevágott hagyma meg is tudja előzni. Ha már ott van, nincs nálunk hagyma és nincs semmi efféle, akkor ezt a közkedvelt homeopátiás gél tudom ajánlani. Használhatunk antihisztamin krémeket is, bár ezek nem természetes gyógymódok. Darazsak esetében további fontos tanács, hogy lehetőleg kerüljük el a fészküket, ha pedig eltávolításra van szükség, forduljunk szakemberhez.